Sziasztok, Sácsen Lenin vagyok. Sziasztok, én meg Fodor Csenge. Tudtátok, hogy ma van a Magyar Népmese napja? Gyertek, mesélünk az Abisokban. Mátyás király meg az igazmondó juhász. Kezdhetjük a mesét? Igen! Jó van. Elment a burkus király Mátyás királyhoz. Mint a pajtások, köszöntötték egymást. Mondja a burkus király. Azt hallottam, hogy magának aranyszőrű báránya van. Igaz, mondja Mátyás király. Van nekem a juhaim közt egy aranyszőrű bárányom, meg van egy olyan juhászom, hogy az még sosem hazudott. Mi újság a tanyán? Kérdi Mátyás király. Nincs semmi egyéb, mint hogy az aranyszőrű bárányt egy szép fekete bárányjal elcseréltem. Nagy volt Mátyás király öröme. Hát hozd be a bárányt, mondja a juhásznak. De azt mondja a juhász, ott ül középhelyt a két király közt. Éljen, mondta Mátyás király juhásznak. Nem hazudtál, ezért néked adom a burkus királynak a fél országát, amit tőle elnyertem. No, mondja a burkus király, én is odaadom a leányom, úgyis megszerettétek egymást. És így lett a juhászból burkus király. De jó! Én is ismerem, de nagyon tetszik. Nagyon tetszik? Na, örülök neki. Herbstzauber auf der Waldwiese. Eine Fee hatte über Nacht viele tausend und mehr kleine Glitzerpärchen über den kleinen Waldwiese am Rande der Straße ausgestreut. Es gab so viele davon in jenen Herbsttagen, die die Menschen auch Altweibersommer nannten. Három.